Kárpátaljentett villámlátogatást Liliana Grexa, az ukrán nemzetiség Magyarország gyűlési szószólója. A Magyarországon élő ukrán közösség parlamenti képviselője a Szojvei Ukrán Református Gyülekezet székházában találkozott a térségben élő belső menekültekkel. Liliana Grexa elmondta, példaértékű az az összefogás, amely a menekültek támogatására irányul. Én körülbelül 6 éve voltam utoljára Ukrajnában, és nagyon örültem annak a lehetőségnek, hogy átjöhettem most legalább Kárpátaljáig. Szerettem volna a saját szememmel is látni, találkozni a belső ukrajnai menekültekkel, illetve azokkal az emberekkel, akikkel itt Kárpátalján segítenek ezeknek az embereknek. Engem lenyűgöz az a segítség, amit az emberek adnak, felekezetre való tekintet, nemzetiségre való tekintet nélkül. Én azt gondolom, hogy ez az ukrajnai háború megmutatja, hogy az emberek igenis jók, a világ igenis jó, mert ennyi segítséget, ami összegyűlt akár Magyarországon, akár Kárpátalján, megsegítsék a belső Ukrajnából menekülőket, az szerintem példaértékű, és ez az összefogás is, ahogy különböző szervezetek együttműködnek, és különböző emberek együttműködnek, annak érdekében, hogy segítsenek. És hogy most beszélgettem a menekültekkel, hát nem bírtam ki sírás nélkül még a beszédemet sem, de annyira hálásak azért a segítségért, amit mi adunk, pedig ez azt gondolom, hogy a minimum ahhoz képest, amit ők átéltek már eddig. A Magyarországgyűlésben 2012-ben vezették be a szószólói jogintézményt a nemzetiségek parlamenti képviseletének biztosítása érdekében. A magyarországi ukrán közösség érdekeinek képviseletével idén májusban Liliana Grexát bízták meg. Az ukrán nemzetiség szószólója elmondta, az ukrajnai háború kitörését követően jelentősen bővült a feladatköre. A feladat alapvetően a nemzetiség, ukrán nemzetiség érdekeinek a képviselete a parlamentben, illetve részvétel az országgyűlés munkájában. Onnantól kezdve viszont, hogy kitört a háború, és ugye engem utána választottak meg májusban, érthetően bővült a tevékenységem, hiszen alapvetően különben a szószóló azokat a magyarországi állampolgárokat, magyar állampolgárokat képviselőknek ukrán származása van valamilyen módon, vagy az ukrán közösséghez tartoznak, de értelemszerűen, ahogy megjelent az ukrán menekültek Magyarországon, én feladatomnak érzem azt is, hogy az ő érdekeiket is képviseljem, és onnantól kezdve, hogy megválasztottak, szoros kapcsolatban állok mind a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanáccsal, mind a segélyszervezetekkel, illetve az ukrán közösséggel is próbálunk segíteni a menekülteknek. Liliana Grexa egyik feladatának a magyarországi ukrán közösség összetartozását és hosszú távú fejlődését tartja. Ebben segítségére van az ő elnökletével működő Nova Hvelja civil szervezet is. A Nova Hvelja Egyesület az a Magyarországi Ukrán Fiatalok és Családok Egyesülete, és azért hoztuk létre, hogy gyűjtsük magunk köré azokat a családokat, fiatalokat, akiknek fontos az ukrán származás, az ukrán kultúra, az ukrán nyelv, és az egyesületünknek a tevékenysége elég sokrétű. Onnantól kezdve, hogy kulturális rendezvényeket szervezünk, próbáljuk ugye összegyűjteni azokat az embereket a hagyományos ünnepeken, mint például a Koljada és flashmobot szervezünk, vagy például a Vösevánk a nap kapcsán is már tradicionálisan szervezünk egy flashmobot. Szeretnénk megmutatni az ukrán kultúrát, hagyományokat a magyar többségnek, és ezen felül tavaly kiadtunk például egy ukrán nyelvű mesekönyvet is, ami egy magyar könyvnek a fordítása, a Ribizdi a világ végén, ami különben az év magyar gyerekkönyve is lett, és nagy örömömre szolgál, hogy az Országos Széchenyi Könyvtár segítségével ezt a könyvet nagy példányszámban is kiadhattuk, és el is fogjuk hozni ide Kárpátaljára is, hogy a belső ukrajnai menekülteknek, akik ugye egy bőröndbe csomagolva az életüket jöttek el az otthonukból, és nem tudták magukkal hozni a szellemi táplálékot, a gyermekeiknek tudjunk egy könyvet adni ajándékba. Liliana Grexa elmondta, szószólói feladatai ellátásában a magyar kormány is támogatja. Parlamenti munkám során a magyar kormánnyal is szoros együttműködésben dolgozom, és ahogy említettem, ugye a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanáccsal is ugye a menekültek kapcsán, valamint a különböző minisztériumokkal, és ezen felül közvetlenül a kormánytagokkal is, miniszterelnök helyettes úrral is gyakran egyeztetünk arról, hogy hogyan tudnánk segíteni egyrészt a Magyarországra érkező ukrán menekülteket, másrészt pedig hogyan tudnánk fejleszteni a magyarországi ukrán közösség életét. És azt gondolom, hogy ez a támogatás, ez nagyon fontos, hiszen Magyarország példamutató a kisebbségek kezelésében, a nemzeti kisebbségek kezelésében, és ez nagyon sokat segít abban, hogy a nemzeti kisebbségek azok hozzájáruljanak Magyarország gazdagságához, és azt gondolom, hogy ez Magyarországon megvalósul.
A parlamenti szószóló szolyvai látogatása során szeretett konyhával kedveskedett a menekülteknek. Liliana Grexa tervei szerint idén decemberben ismét ellátogat Kárpátaljára.